Jó Gellert kívánok, én Pál Zsombor vagyok. Ebben a műsorban először az elmúlt egy hónap hitványságait tekintjük át, és utána olyan emberekkel beszélgetünk, akikkel érdemes. Ezúttal Grecsó Krisztiánnal. Mielőtt belekezdenénk, meg kell emlékeznünk az utóbbi hetek egy kiemelkedő fordulatáról. Nem a zimbabwei diktátor haláláról van szó, és nem is arról, hogy Nicki Minaj visszavonul, hanem hogy elnök nélkül maradt a Magyar Liberális Párt. Fodor Gábor lemondott a pozíciójáról. Mostantól minden pont ugyanolyan lesz. Mi az? Régebben több volt benne a kokain, sok vörösborral elviselhetőbb, és nagyon idegesek tőle a homofóbok. Lehetne a Sziget VIP is, de én most a Coca-Colára gondoltam. 30 évvel a rendszerváltás után sikerült visszajutni oda, hogy az aktuális állampárt képviselői megint elítélték az üdítőt, mint nyugati métejt, az ellenzékiek meg önként telefotózkodták vele az internetet, mint kezdő influencer, aki még csak annyit ért, hogy üdítős dobozokat kell mutogatni a kölyköknek, mert abból lesz a like meg a pénz. Mindez annak a nemzetközi marketingkampánynak köszönhető, amit óvatlanul Magyarországra is rádobtak, és azonos nemű párok is szerepeltek benne. Itt kell bevallanom, hogy egyből a Geller első adásában tévedtem, mégis van olyan, hogy boldog szélső jobboldali. Itt van ugyanis a Fidesz legcsodálatosabb nevű parlamenti képviselője, Boldog István, aki bojkottot hirdetett az ital ellen, gondolom, hogy nehogy megbuzuljanak a gyerekeink a plakátoktól. Boldog Istvánról azt fontos tudnunk, hogy igazolt focista és polgármester is volt már két pón. Két pórról pedig azt érdemes tudni, hogy Kuncsorba és Mezőhék között van félúton. Boldog képviselő úr most már újra büszkén hordja a nevét, mert a melegpárokat mutató plakátok mindössze egy hétig voltak az utcán, úgyhogy düböröghet tovább a magyar népesség robbanás. Erről a hetekben konferenciát is rendeztek Budapesten, itt egy kép róla. Majdnem mindenki képviselve volt, csak nőket, elnézést, asszonyokat nem annyira sikerült meghívni. Valahol létezik egy párhuzamos univerzum, ahol csupa nő tanácskozott arról, hogy egyféle stadionban többféle sportot is lehetne játszani, és hogy mostantól a pályán színészkedésért ne lapjárjon, hanem kasztrálás. A lényeg, hogy ezen a budapesti demográfiai konferencián egy Boldog Istvánnál is komolyabb társadalommérnök is megosztotta a gondolatait. Az én személyes véleményem az az, hogy az ok elég nyilvánvaló. A népességfogyás azért lett európai probléma, mert Európa megvívott saját magán belül két kegyetlen polgárháborút. Ezeket az iskolában világháborúnak nevezik. Mindig jó, ha valakinek személyes véleménye van a történelemről, hiszen a tényekre hülyeség volna támaszkodni. Például arra, hogy Európa saját magán belül hogyan háborúzott a sivatagban a híres európai piramisok között, vagy hogy az európai polgárháborunk oldalszele milyen csúnyán elkapta Hiroshimát 3 hónappal az európai fegyverletétel után. A két világháborúban kb. 50 millió embert veszítettünk el. És az a meggyőződésem, hogy ebből az emberveszteségből máig sem tudtunk talpra állni. A történelem legdurvább európai népesség robbanása a II. Világháborút követően történt, Magyarország népessége például megduplázódott. Egyébként az abortusztilalom és a gyermektelenségi adó miatt, de nagyon nem szeretnék ötleteket adni. Vajon a miniszterelnök úr mai szinten is ennyire képben van a demográfiával? Akkor győztünk, hogyha egy olyan családtámogatási rendszert tudunk fölépíteni, hogy a gyermeket vállalók garantáltan jobb életszínvonalon élnek, mint ha ugyanezek az emberek nem vállaltak volna gyereket. Ez még összejöhet, de irtózatosan fel kell hozzáemelni az óvszer, a kisüveges koronita és a tájföldi repjegyek árát. Csak nem 2 millió forint értékű cigarettát találtak a határőrök a magyar-román határon egy kis buszban a padlóba rejtve. A román sofőr azt mondta, nem tudott a rakományról, majd készpénzben kifizette a 2,8 millió forintos bírságot. Mondhatnánk, hogy a román határon elég kemény a helyzet, ha a sofőröknél mindig van 2-3 millió forint, hát ha kell. De nem ez a kérdés, hanem az, hogy mi lehetett valójában a kis buszban, amit ennyi cash mögé próbáltak elrejteni. A Dragostan Intel 2! Pumpert Gabó is szerepel a Warsaw Shore című lengyel reality következő évadában. A Blicknek azt nyilatkozta, hogy reméli később is hívják majd külföldi munkákra, mert szuper kaland volt. A karosszéria lakatosság és a főnővérkedés az munka. Aznap estére eltüntetni az ellenzéki feliratokat az utcáról, hogy megjelennek, az is munka, csak alantas. Az viszont, hogy te egy lengyel valóságshowban szerepelsz, az nem munka, csak annak a jele, hogy Magyarország meg Lengyelország tényleg egy közös szoporrólert hajt. 34 millió forinttal támogatta Tiborcz István cége a BDPST ZRT a Semmelweis Egyetem gyermekklinikáját. A pénzből a klinikára egy műtüdőberendezést vásároltak, és természetesen nagyon hálásak a támogatásért.
Az egyetem azt is közölte, hogy egyáltalán nem zavarja őket a munkájukban, hogy azóta valamiért sokkal sötétebbek a lámpák az épületben, már régen összeszedték a folyosóról a használt pelenkákat, amiket a vállalkozó véletlenül ott felejtett, és sok sikert kívánnak a klinika tetőteraszán nyíló rooftop bár üzemeltetéséhez. Beszélgetős YouTube műsort indított a vidéki birtokára visszavonult Lázár János. Üdv a klubban, kolléga! Robi előre, ha mondhatom ezt. Erika meg hátra. Valahol 1,5 millió nettó és 3 millió között kell egy orvosnak keresnie. Onnan lehet tudni, hogy még nem a legrosszabb forgatókönyvben élünk, hogy Lázár műsorába sorsolással lehet jelentkezni, nem pedig azt sorsolják ki, hogy ki az, aki kimaradhat belőle. A műsornak egyébként van egy fizetős változata is, ebben Lázár János egyedül száguld egy kormányflottás Audiban, Csányi Sándor üzenet rögzítőjét fenyegeti telefonon, és a nézők azon izgulhatnak, hogy rekordot dönt-e Hódmezővásárhelyről Budapestre, és lesz-e közben olyan trafipax, amit nem sikerül blokkolnia. Donald Trump lemondta a dániai útját, miután a dán miniszterelnök abszurdnak nevezte Trump ötletét, hogy Amerika megvenné Grönlandot. Trump szerint ez igazán gonosz megjegyzés volt. Mintha azzal fenyegetné egy szövetségest, akinek legóból van a hadserege, hogy megveszed a szigetét, az nem lenne gonosz. Trump így Romániába látogatott, ahol egy helyes Make Romania Great Again baseball kalapot ajándékozott Klaus Johannis elnöknek. Nem tudom, nekem valahogy kényelmetlen azt nézni, hogy az amerikai elnök nagy romániás sapit osztogat a szomszédban. Nyugodtabb lennék, ha valaki szólna neki, hogy Magyarország sem eladó, vagy legalább, hogy már le van foglalózva. Jó példa volt erre, amikor Angela Merkel német kancellár és Orbán Viktor augusztus közepén együtt ünnepeltek Ödenburgban, vagy ahogy átmenetileg hívjuk, Sopronban. Az apropó a 30 évvel ezelőtti határnyitás volt, amikor egy rakás kelet-német nyaralót eresztettünk át Ausztriába. Merkel most leginkább arról beszélt, hogy Magyarország milyen jól használta fel az EU támogatásokat, és nyilván leginkább a német tulajdonú gyárakhoz vezető utakra gondolt. De tetszett neki a fegyverzeti együttműködés is, ami, mint minden együttműködés a nemzeti együttműködés országában, azt jelenti, hogy valaki alul van, ezúttal mi vagyunk alul, és most veszünk szépen néhány tankot. A rossz nyelvek szerint az egész német-magyar együttműködés arról szól, hogy mi bohóc fizetésekért legyártjuk azokat az autókat, amikkel majd a németek fognak járni, mi meg majd 5 éves használtan visszahozzuk őket, amikor már ki tudjuk fizetni. A rossz nyelveknek nincs igaza, mert ezek az Audik és Mercedesek legalább 10 évesek lesznek, mire eléggé lemegy az áruk. Angela Merkel és Orbán Viktor között Sopronban az ügyészségről, a bíróságokról, a választási rendszerről, az állami médiáról és az iskolákról egy büdös szó nem esett. Szóval én is azt mondom, mint Bencsik András és Bajár Zsolt, nem leszünk gyarmat. Mármint nem jövő időben leszünk. Bencsik András egyébként már rég fontosabb dolgokon gondolkodik Magyarországnál. Ezt a labdát pedig azért hoztam, ez egy labda, mert a Google Maps-en megnéztem, hogy mekkora, tehát vizuálisan mekkora területről van itt szó. Ha a nézők látják, itt besatíroztam, tulajdonképpen egy cikkely, de inkább egy kisebbik cikkelynyi terület az, ami a brazil esőerdő, őserdő. Ennek egy kicsiny része az, ami most ég. Egyébként fájdalmasan kiírtják ezt a részt, de azért még akad egy pár négyzetkilométer a föld golyóbison, ami nem tartozik Brazíliához. Tehát talán nem kellene ilyen rémülten jaj veszékelni. Egészen lenyűgöző az a sokoldalúság, hogy valaki a Magyar Szocialista Munkáspárt híreiről szóló rovatot is tudta szerkeszteni a 80-as években, meg 35 évvel később azt is el tudja dönteni, hogy mekkora őserdő lángolása az, ami még nem para. Egyébként Bencsik példájánál maradva, ha már egy teljes cikke ég a focilabdádon, akkor azért lehet, hogy ki kéne venni a parázsból. A hatalmas területű amazóniai őserdő mindig kiszokott gyulladni a száraz évszakban, de nem 70 ezer különböző ponton. Ezzel még az új szélsőjobbos brazil elnök Jair Bolsonaro is egyetért, de szerinte a tűz a civilek műve. Brazíliában a portugál egy sajátos dialektusát beszélik, amiben a civilek olyan oligarchákat jelentenek, akik felégetik az erdőket, hogy termelésbe vonják és előzőleg bőkezően támogatták az elnök kampányát. Válaszul Németország és Norvégia is leállította azt a támogatást, amit eddig azért küldtek Brazíliának, hogy vigyázzanak az esőerdőkre. Ez szerintem elég jó indulatú hozzáállás, ha a babysitter felgyújtaná a fogadott gyerekemet, én lehet, hogy többet tennék, mint hogy aznapra nem fizetem ki. Németország ráadásul egészen hatékonyan avatkozhatna be Dél-Amerikában, hiszen számos magasrangú tisztje 1945 óta a terepen él.
A nyugtalan állampolgárok szerencsére aktívabbak a gazdag európai országoknál. A Facebookon keresztül több millió dollár és tőled valószínűleg egy like vagy egy aggódós emoji érkezett az Amazon Watch szervezetnek, amely, mint a neve is mondja, leginkább csak nézni tudja a tüzet és egyébként az őslakosokat védi. Leonardo DiCaprio pedig egymaga bedobott 5 millió dollárt, ami pont a fele annak, amit a Volt egyszer egy Hollywoodért kapott, ami nem mellesleg lassan egy dokumentumfilm címe is lehet. Az viszont még nem nagyon ért ideget, hogy amikor hozzánk sokkal közelebb Szibéria lángol, az is ezen a bolygón van. Meg az is, amikor Mészáros Lőrinc balatonszemesen luxushotelt és lakóparkot épít a tó legnagyobb ősfás kempingje a mindig tömött vadvirág helyére. Vagy amikor Budapesten vágnak ki tucat számra fákat. Nem véletlen, hogy így hetekkel az önkormányzati választások előtt még Tarlós István is elrendelte, hogy ezt azonnal hagyják abba a hajógyári szigeten és a Tabánban. Tarlós nagyon éli ezt a progresszív dolgot, nem tudom, mi lesz a következő, szavazati jogot kapnak a nők? Mármint természetesen csak a gazdagok. A lényeg azonban az, hogyha még Tarlós Istvánnak is sikerült rájönnie, hogy a környezetvédelem Magyarországról nézve nem csak az Amazonasról szól, nekünk talán ennél több is menni fog. Például egy hónap múlva szavazatokkal elmondani a politikusainknak, hogy aki írtja a zöldet, az maga alatt vágja a fát. És most folytassuk teljesen mással. Úgy néz ki, hogy most már öröktől fogva Geller lesz az a műsor, amikor különböző random padjain ülünk a városnak, ezúttal a 13. kerületben, és ahogy mondottam, volt Gracsó Krisztiánnal. Köszönöm, hogy lejöttél a parkba. Ez a te parkod? Mondhatjuk, a te környéked? Itt lakunk most már sok éve, meg több körben költöztem ide-vissza, tehát hogy a Újlipót város különböző tereiben mozgunk. Hát az az igazság, hogy sokkal, de sokkal többet vagyok itt az utóbbi időben. A kislányunkkal ide szoktunk lejönni sétálni. Nem állítom neked, hogy előtte hetente benéztem, hogy hogy állnak a rózsák. Ez azért többnyire azért ide a gyerekes családok jönnek, tehát hogy ennek azért van egy ilyen aurája. Nem kötelező természetesen, de kifejezetten gyakran vannak piknikek. Most ez nagyon menő, hogy a gyerekednek szervezni kell olyan pikniket, ahova elhívod az osztálytársakat, és azokat a szülőket, akik neked nem szimpatikusak, de valamiért az mindig úgy jön ki, hogy a gyerek barátainak a szülei azok nem biztos, hogy szimpatikusak. Tehát azokat is, hogy lampionoznak itt az emberek, meg esznek, isznak. Ami nekem tökre tetszik különben, tehát hogy én ezt nagyon irigyeltem mindig Berlinben annak idején, hogy lehet használni a várost, meg a tereit. Ott talán az a különbség, hogy ilyen parkból van 9000, itt nincs, de hát ha. Szóval, hogy mondom, változik az életem, és talán belakom ezt a teret. Pikniket még nem szerveztem azért. Gyorsan beraptad a kislányatokat, azt gondoltam, hogy az elején elintézzük a NER-t, és akkor utána örömteli vizekre vezünk, de akkor maradjunk az örömteli vizeknél. Mert többször beszéltél a rákbetegségedről, amiből az hány istennek kigyógyultál, és mondhatjuk, hogy váratlanul lett ehhez képest egy kislány, tehát egy rossz dolog után egy nagyon örömteli dolog történt az életedben, és igazából arra vagyok kíváncsi, hogy ezt most hogyan éled meg. Én olyan őszinte szerelemmel adtam át magam, hogy szinte magam is meglepődtem, tehát hogy adtam oda magam, és nyilván az meg megint naivitás lenne azt gondolni, hogy ebben nincsen szerepe a betegségnek. Tehát, hogy mondjuk nagy böjtök után kinyíló világra jobban rá tudsz csodálkozni, de remélem, hogy enélkül is rá tudtam volna. Hát egyébként ezt most mondom először nyilvánosan, tehát ezt még sohasem nem mondtam nyilvánosan, hogy nekünk van egy babánk. Nem titkoltuk, így szoktunk vele sétálni, de nagyon óvatos vagyok, lám most nem már, de hogy ugye az ő élete az egy privát élet, és nincs köze ahhoz, hogy az enyém félig meddig nyilvánosság előtt zajlik, és én ilyen aggódva meg rémülten látom, hogy ülepedhet le a szülők élete a gyerekre akkor, hogyha a Story magazin címlapja itt a sarkon is visszaköszön, mert akkor az mondjuk, jó, én ott sem vagyok, csak mondom, hogy a te választott életformád nem biztos, hogy az ő habitusának és érdeklődési körének, világának, különösen, hogy egy kis védtelen gyerekről van szó. Úgyhogy alapvetően azért vannak két éjeim, másfelől viszont nem szégyellem, és boldog vagyok, hogy szülő vagyok. Azért az egy örömteli világ lenne, ahol a Story magazin a Szent István Park sarkán íróknak a gyerekeire leselkedne, ha nem tudom ki helyett, aki a Story magazinban valójában van. De nem abban a párhuzamos országban élünk.
Amikor sétáltunk idehez a padhoz, akkor említetted, hogy mindenféle kafkai bugyrokat kell megérni az ifjú gyermek miatt. Ilyen zanzásítva, mivel rettentenéd el a hasonló cipőben járó szülőjelölteket? Tényleg a kafkai helyzet, nem tudok mást mondani, hogy nincsenek a hivatalokban dolgozók. Tehát nincs ember, aki a munkát elvégezze. Aminek az a következménye, hogy a legkülönbözőbb fórumokon, legyen az Magyar Posta, ahol vársz valami fontos csomagot, akár a gyerekednek, akár magadnak, legyen az mondjuk egy úgynevezett kormányablak, okmányiroda, akármi, vagy legyen az maga a kórház. Tehát, hogy mindenütt csorbát szenved, a minimum is. És az a balkáni helyzet áll elő, hogy vagy pénzzel, vagy érzelmi zsarolással próbálsz hatni, és próbálod a privát valahogyan te megkerülve a kapukat elintézni a családi ügyeidet, a magánügyeidet, meg az akármiket. És én egyre többet érzem azt, hogy be minden pillanatomba bemászik, és hogy egy útvesztőben vagyunk, ami mindenkinek pokoli. Hogy meséljek ezt a sztorit? Ez nagyon tetszett nekem. 13. kerületi úgynevezett kormányablak. Összevesztek a dolgozók a jelenlétünkben, ott ültünk egymással. Azon, hogy azt a parancsot kapta az egyik dolgozó kollega, hogy menjen át a 11. kerületbe azonnal, mert ott még nagyobb a baj. És egy olyan teremben ültünk, ahol konkrétan állóhely nem volt. Tényleg. Tehát, hogy nem az, hogy ülőhely, tehát, hogy az gondot okozott, hogy a teremben valahogyan megpróbálj úgy állni, hogy a könyököd ne ütődjön bele valakibe. És azt mondta az egyik dolgozó a másiknak, hogy én abba a pokolba át nem megyek. És akkor így körbenéztem, hogy mi lehet ott? Tehát mi lehet a 11-ben, ha innen nézve az a pokol? Ezt nem hiszem el. Tehát ezt egyszerűen nem akarom elhinni, hogy ez ne lenne közös gondunk. Tehát most mondd meg nekem, hogy ott áll két dühös ember egymás mellett. Az egyik jobboldali, a másik baloldali elvileg. De ez hogyan derül ki? Na ez az. Megfélebb akkor, ha összeszólalkoznak, akkor mondjuk viszont villámgyorsan, hiszen az élet minden területén megvan, minden területén. A zöldségektől a főzésen át, a hajviseletig minden témában tudsz mondani egy olyat, amiből kiderül, hogy te milyen világképű ember vagy, és azonnal ki. De hogyan kell lakcímkártyáért fideszes módon sorban állni? Mondjuk ezt el tudom képzelni, de ez nyilván az előttéletek. Épp azt mondom, hogy most érted, tehát hogy sorban állsz ott, nyilván hibáztatsz valakit, hogy miért állunk így, ahogy állunk, és mi baj van itt most szerinted, ami baj van, és abban a hitben vagy, hogy emögött, az indulat mögött, amit te most érzel, emögött vannak elvek. Mert te hiszel valahogyan a világban, és nézed valahonnan a világot. De én most már azt látom, hogy többször csak az indulat van. Semmiféle elvek nincsenek már, és nem csak a politikai pártszövetségek, akármicsodák nem képviselik azt, amit mondanak, tehát nincs mögött, semmilyen paradigma nincs mögöttük, abszolút nem érdekes semmi, hanem azok sem hisznek abban, akik... Tehát nem fontos. A híres íróság az nem segít se a kormányhivatalban, se a ifjú gyermekek ügyintézésében, se nem tudom, tehát hogy azt gondolod, hogy te ugyanezt éled meg, amit az átlag magyar állampolgár, vagy te még egy ilyen javított változatot kapsz? Előfordul, hogy megismernek, meg előfordul, hogy nem kedvesek, de azért az irodalom továbbra is egy réteg ügy, még ha annak mondjuk egy ilyen privilegizált részében is vagy, akkor sem. Mondjuk az okmányirodában akkor sem jelent ez olyan végtelenül sokat. De én tehát nem is gondolom, hogy fontos lenne. Én bátran fogom könyörgőre ott is, tehát hogy ahogy tanultam otthon, tehát hogy ez nekem a régi rutinok működnek. Olyan nagy protekciókat nem láttam. Azért is kérdeztem, hogy a híres íróság az bármilyen formában segít, mert a gyermeket a körökbe fogadott, nem tudom, hogy elhangzott-el. Nem tudom, hogy gondolkodtál-e azon, hogy ebben játszott-e szerepet bármiféle szerencse, vagy ott ugyanolyan tempóban mentetek előre mindenféle listákon, amilyen tempóban az emberek mennek. Rengetegféle történetet látok magam körül. Mi kifejezetten sok olyan
párt láttunk, akik hamarabb jutottak gyerekhez, mint mi. Ugyanis láttuk a Facebookon azokat a szülőket, akikkel együtt végeztük a tanfolyamot. Őrült kérdőíveket kell kitölteni, meg őrült mély interjúk vannak. Tehát, hogy valamilyen módon hozzád klapoljon, vagyis hogy a beilleszkedése könnyebb legyen. Ez a gyermek érdekében van, és ez egy nagyon logikus dolog. Nem hiszem, hogy bárhogy máshogy tudok szeretni, mint ahogy ezt a kislányt szeretem. Ő nem valaki helyett van. Ő nem valami módon oda, ő a mi kislányunk. Tehát, hogy ezt minden létező sejtemben érzem, ezt nem tudnám máshogy megélni semmilyen formában. Úgyhogy nem, tehát tényleg nem gondolom azt, hogy... De mondjuk nem ez volt a kérdés, mert össze-vissza beszélek, valljuk be, mindegy. Most ezt lekerekítem így, ilyen bénán, itt vége, kész, pont. Augusztusban te írtál egy, azt hiszem, hogy műfajilag tévékritikának indult a Gyász című írásod az Illetős Irodalomban, ami leginkább a megözvegyült Vajna témával, Gönczi Gábor által készített TV2-es interjúból rugaszkodott el, és az egészet átlengi egy ilyen összetörés, vagy kétségbeesés az írónak, neked a kétségbeesésed, és nem tudtam eldönteni róla, hogy ez egy szerep, amiben belelovaltad magadat kritika írás közben, vagy ott tényleg volt egy ilyen minden egész eltörött érzésed, amikor Vajna Tímával ezek a dolgok, média szereplések történtek nyáron. Ott tényleg azt éreztem, hogy ugye semmi sem marad már szent. Tehát tényleg nincsenek. Akinek nagyon közeli családtagja hunyt már el, és vesztette már el az anyját, apját, testvérét, az, és tudja, hogy mennyi, hogy dől össze elvileg egy világ, és hogy lehet erről tulajdonképpen, hogy kellene erről tisztességgel beszélni, az szerintem nem, tényleg nem talál támpontot most magának, hogyha ez sem szent. Én ezt látom, hogy azokat a határokat lépik át ösztönösen, szintén indulatból, szintén fékevesztetetlen düvel emberek, amelyek legalább az utóbbi évekig viszonylag kikezdhetetlennek, viszonylag szilárdnak tűntek. De azért, te tágabb dologra kérdeztél, és tényleg őszintén mondtam, hogy akkor, ha nincsenek nem tabu témáink, hanem nincsenek, semmilyen biztos pontunk nincs, amire azt mondjuk a másiknak, hogy akkor ezt az... Én nem tudom, tehát most meghalt ugye Konrád György, akit nagyon szerettem, meg becsültem, és sokat beszélgettem vele, és hegymagason mondta egyszer, hogy ő neki örökké barátja marad a Csóri, és ő nem tud a Csóriról másképp beszélni, mint a legnagyobb szeretettel. Hát ezek a mély érzések nem múlnak el, hát a barátság az megmarad. És én annyiszor figyeltem, és ezeket interjúban is rengetegszer elmondta, és annyiszor figyeltem, hogy ezt a 20 éves barátságot a Csóri egyszer megemlíti-e. Hogy vajon egyszerű is azt mondja, hogy öregem, hát 20 évet húlt, tehát de úgy, hogy szívünk-lelkünk együtt volt. Én remélem, hogy volt neki, én nem találkoztam vele, lehet, hogy csak én nem olvastam elég interjút, én nem találkoztam vele. De ezek most csak ilyen random, össze-vissza szedett példák, de hogy valójában... Egy nagyon szép átkötés volt Vajna témától, Borát György érintésével Csóri Sándorig. De érted, hogy akkor mondjuk akár a barátság, akár valakinek az elvesztése, tehát hogy vannak-e még ilyen fix pontjaink, amiket együtt érzünk, és amik... És ott akkor azt éreztem, hogy ez például, ami számomra egy nagyon fontos dolog, én azt... ennek a tiszteletét mindig nagyon megadtam, azt éreztem, hogy ez is elveszett. Tehát, hogy ez valami nagyon látványosan lett besározva, és lett egy egészen újfajta iskolában használva valami totál új dologra, de ne legyen igazam. Kiderül szerintem körülbelül egy perc van, amíg teljes joggal ránk kapcsolják a közvilágítást, de az se fog segíteni rajtunk. Úgyhogy felteszem az interjú történelem egyik legrosszabb utolsó egypercesnek szánt kérdését, hát ha van rá egyperces válasz, meg szoktad nézni, hogy mit írnak a műveidről a moly.hu-n? Többször is visszamegyek, persze, tehát szoktam nézni. És rengeteget változott a moly.hu az évek alatt, és
egyre több kifejezetten profi olvasó van, aki már nem csak az érzelmei felől közelít. De hát azért alapvetően végletes, tehát ott sok mindent írnak azért én rólam. Tehát, hogy... Egyrészt nem, mert a 3,5 a legrosszabb, tehát akik azt írták, hogy hú, hát így a Verában én azt nem hiszem, hogy ez egy 11 éves kislány, azok adtak 3,5-et az 5-ből, az egy tök, az tök, még nagyon tök, jó, tök igen. Jó indulatú, rossz kritika. Jó, a Verának nagyon jók, a Verának, a 30 évnek meg a Verának nagyon jók, de nem föltétlenül mindegyiknek. Szerintem az egy remek közösség, tehát hogy mit jelent a szövegen gondolkodni, és meddig lehet ezt fejleszteni. Tehát vannak olyan bloggerek benne, akik az évek folyamán tök profivá nőtték ki magukat, és az első posztjaik azok még a legőszintén naív olvasó, a sima lelkeszászló lengetései voltak, amivel szintén nincs baj, bár csak sok olyan olvasó lenne. De hogy olyan, mint valami különös szabad egyetem, ahol egymást képzik, és egymástól lesnek el olvasási nézőpontokat, egymástól tanulnak. Én bírom azt a közeget. Szoktad másokéval összehasonlítani a te olvasóidat? Most ma megnéztem például a mellettem elférsz alatt, így a legmagasabbra értékelt hozzászólások között vannak ilyen spontán saját családtörténeteket, irodalmi ambícióval leíró olvasói, de mi nem vagyok benne biztos, hogy minden magyar szerzőnek van, de nem néztem meg az egész moly.hu-n az összes magyar írót, hogy milyen bázis van mögötte. Nem szoktam összevetni, bevallom őszintén, azért ennyire pervezve nem vagyok. Nem szoktam megnézni. Én erre nagyon büszke voltam mindig is, hogyha tudtam olyan tükörhelyzeteket generálni, amely helyzetekben az emberek egy mű ürügyén magukról kezdtek beszélni. Ez a legjobb, ami történhet. Mert úgy akkor annyira fölkavarta, hogy nem azt kezdi el mondani, hogy hát ez érdekes volt, izgalmas, ilyen-olyan, hanem vallomásos őszinteségül a saját nagyapráról. Na akkor, tehát ugye akkor ugye megbirizgáltad, tehát akkor ugye valamit kimozdítottál, és annál szebb nincsen. És ezeknek én mindig hihetetlenül örülök. Szerintem elengedünk téged családozni, meg fölengedjük a holdat az égre. Nem tudom, hogy rendszert csinálunk ezekből a padozsikból, de lehet, hogy októberben téli kaváltok társaságában egy újabb meglepő helyszínen találkozunk Budapesten. Krisztián, köszönöm, hogy köszönöm, lejöttél hozzánk. Szevasz!